Gyönyörűséges, szép jó estét. Estét? Hát reggelt? Süt a nap. Van, de... Igen, úgyhogy... eddig simán volt estét, de most egyszerűen világos van kint. Nagyon fura. Jó napot kívánok! Sziasztok! Úgy szoktuk. Nem tudom, hogy tegeződhetünk. Nem tudom, tegeződhetünk, srácok? Olyan lassan válaszolnak, ez így nem jó, nagyon-nagyon lassan válaszolnak. Jócsi felé nézzen egy kicsit a mikrofon, mert őt kell mindig hangosítgatni. Én akkor elsütöttem. Sziasztok, én Viki vagyok. Én Jócsi. Én pedig Dávid, ez pedig itt a Skip Intro második évadának 11. epizódja. Nagyon éves. Képzeljétek el. 11. Második évad. Szép. Megértük. És még mindig van, aki hallgat minket. Pedig szerintem már felsoroltunk mindent, amit életünkben láttunk. Úgy látszik, hogy nem. Képzeljétek el, hogy egyáltalán nem. Én új dolgokat néztem is a héten. A héten? Nem bizonyan. Mondhatod is. Megnéztem végre, mert amikor bejött az HBO Max, akkor nagyon lekötött minket a függöny. Szóval amikor bejött az HBO Max, nagyon lekötött minket a Supernatural. Viszont... Hol tartotok? Nem néztük ugyanott. Azóta, félbehagytuk. Lejöttünk róla egy kicsit, muszáj volt. Muszáj volt, tehát hogy nem volt, nem csináltunk semmit, semmi más, hanem Supernatural-re ment az élet. Úgyhogy felkerül Taika Waititinek az Our Flag Means Death című sorozata. Nem is hallottam róla. Furcsa kalózok. Zseniális. Ez kicsit olyan, mint a What We Do in the Shadows, csak nem vámpírokkal, hanem kalózokkal. Kalózoknak egyáltalán nem való kalózokkal. És benne elképesztő. Nem tudom leírni, Taika Waititinek van egy ilyen nagyon-nagyon sajátos humora, ami számomra az egyik legcsodálatosabb dolog a Földön. Úgyhogy felzabáltam az első évadot, úgy, ahogy van. És nem tudom, mikor jön a következő, de nagyon remélem, hogy hamar, mert zseniális volt. Ezen kívül megint csak nevetséges fenyiségű YouTube videót néztem, illetve nem tudom, hogy most előhozakodjunk-e a farbával. Az az igazság, hogy tegnap egy nagyon izgi programon voltunk, sajnos Júlcsi nem tudott velünk lenni, de Dávid és én elmentünk a moziba, ahol teljesen véletlen módon találkoztunk 10 hallgatóval és a plusz egyeikkel. 20 hallgató, most már ők is mondtam hallgató. Már. De ők is hallgatják. Mondtam már, hogy nem elvárható, hogy a párjaik is hallgassanak minket. Nem? Nem. Biztos? Ők te csak hallgatsz mindent, amit én hallgatok? És fordítva? Igen. Aha. Szóval láttuk együtt a Dumbledore titkait, és fantasztikus jó volt, hogy tudtunk találkozni azzal a 10 emberrel és a plusz egyikkel, akik megnyerték a jegyeket. Szegényeket, tényleg plusz egyek. És ilyen menő le volt foglalva a sor, és rá volt írva, hogy... Ki volt rakva, egy saját A4-es lapunk volt, wow. Végig a sorban, és kiderült, milyen hogy... Minden széken, vagy a sor a végén? Minden egyes széken. Minden széken volt egy A4-es lap. Így igen. Van. Hát ez nagyon fagyilkosság. Miért kell? miért kell? Szerintem ez nagyon menő, jó? Szerintem is. Nekem, én büszke vagyok azokra az A4-es lapokra. Igen, mi bementünk, és én rögtön mondtam is Vikinek, hogy nekem még sose volt olyan, hogy moziban lefoglaltak egy helyet. Igen. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon szép volt. Leültünk ott egy másfél sorba, és megnéztük a filmet. Megnéztünk egy alkotást. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az Intercomnak, ezt igen. A lehetőséget, és nagyon reméljük, hogy lesz még hasonló a jövőben. Legyen még. Igen. Ha bárki hallgatja, aki ilyen pozícióban van, nagyon szívesen adunk a közönségünknek filmjegyeket. Meg mi is nagyon szívesen vagyunk filmet. Amúgy annyira cuki volt, hogy azt raktad ki a sztoriba tegnap, hogy akkora élmény volt a nézőkkel együtt nézni a filmet, és így gondolkoztam, hogy milyen néz, máskor nem a nézőkkel nézed a filmet? Minek a néző? Már néző, podcast néző tagjai, vagy hallgatókkal, hogy a nézőkkel együtt nézni a filmet, az annyira izgi volt. Nagyon izgalmas. Hogy ilyen még sosem volt. Még sosem volt úgy moziban, hogy ott lett volna bárki más. Mindig összezavarodok, hogy a nézők vagy a hallgatók, mert hogy a nézők vannak itt velünk élőben, de gondolom még többen meg csak hallgatják a podcastet, szóval. Igen, meg vannak olyan nézők is, akik nem élőben nézik, hanem
felvételről nézik. Na hát azt nem értem. Hát az, akin ellen van tiltva a Twitch, vagy meg olyan is lehet, hogy itt van most, de nem néz. Nem? Igen. Altabóha ha hallgat. De... Ja. Szóval, ja. Na mindegy, mindenképp érdemes élőben nézni, mert ilyen és ehhez hasonló sorsolásokat szeretnénk a jövőben is csinálni, és most már aktívan fogjuk keresni ezeket a lehetőségeket, hát, mert úgy néz ki, hogy hatalmas ászok vagyunk. Én nobody got money for that. Az de mindegy, igyekszünk. Hogy hogyan lesz a jegy. Nem lopott, esküszöm. Ja, szóval megnéztük a filmet, értem szerint nem spoilerezhetünk róla, mert mikor kerül a moziba? Nem akarunk spoilerezni, holnap kerül a moziba. Holnap kerül a moziba. Nem fogunk most róla nagyon beszélni. A jövő heti skip intróban én mindenképpen szeretnék egy kis elzárt kis részt neki, hogy valaki magyarázza meg nekem, hogy mit láttam egészen pontosan, mert ha azt láttam, amit láttam, akkor nem értem. Szerintem amit fontos tudni, hogy körülbelül 45 nap múlva majd az HBO Maxon is fent lesz, szóval aki nem tudja most moziba esetleg megnézni, mert nyaral másfél hónapig, nem tudtam mit kitalál, igen, akkor ne aggódjatok, mert majd az HBO Maxon is fent lesz. Ha valaki a moz után még majd újra szeretné majd nézni a televízióján, akkor is fent lesz HBO Maxon. De és ugye fönt eszközén. Van, az első két rész már most fent van HBO Maxon, úgyhogy meg lehet nézni, mielőtt mentek a harmadikat megnézni, hogy jobban értsétek. Bizony. Én például ezt csináltam, végignézhetitek az elsőt, és aztán belealudhattok a másodikba, ha gondoljátok, mint egyesek. Miről beszélsz? Ja, hallottam egy lányról, gyönyörű. Gyönyörű a lány. Gyönyörű, izgalmas, kedves. Igent mondott, kérdezik. Komolyan, de belealszik dolgokba, hogy arra alszom. Gond kell, nélkül. Én belealszom bármiben. Na, és ti... bocsánatom, eddig ti most podcasteltetek, addig én megnéztem az Ultimátum első részének az első felét. Az micsoda? Hát ami nem a Love is Blind, hanem amit a Love is Blind végén toltak, és így elkezdtem azért nézni. Azért voltál ilyen feszült? Nem. Nem? Én attól nagyon félek, én azt nem fogom sosem megnézni. Oké, akkor lépjünk. Engem már a koncepció... Jó, nem tudom, hogy nem jöttem, nem tudom, hogy miért nem, jó? Mert lépjünk nekem hozzám. Volt néhány nehéz napom. Úgyhogy én az egészet megnéztem. Viki, egy kereszt kérdést feltehetek. Igen. Ha én most ezt nem mondom, előhozakodsz vele? Igen, elmondtam ja? volna. Jó. Okay, ja, csak hogy... Az van, hogy mert megnéztem... Mert nem büszkélkedtél vele. Azt nem, hogy útközben nem mondtál nem. semmit. Oké, megnéztem az első részt, teljesen felbaszott már, bocsánat, de teljesen, hogy mondom, ezek az emberek azért mennek oda, hogy szakítsanak, és aztán néztem tovább, és rejtem, hogy ezek az emberek azért mennek oda, hogy szakítsanak. És a lényeg, hogy ledaráltam az egész évadot, teljesen elmebeteg a koncepció, ez csak és kizárólag a szórakoztatásról szól. Semmi másról. Ott szerencsétlen embereknek az elcseszett kapcsolatait mutogatják, és cseszik el még jobban. Szóval de erről szól trash, az egész. De mint ami ennek tűnik egyébként. Nagyon. Fika trash. Fika szar trash. De nem az a kérdés, hogy trash, hanem pizzát hogy rendelünk. Nem idegesítő végtelenül. Tehát én attól félek, hogy én kitépném az összes szál hajamat. Ez az, hogy az első rész neked? Után meg kellett hoznom a döntést, hogy beengedem-e vagy sem. És én ott feküdtem a tésztámmal a kanapén a reggelét. Szeretném a podcast hallgatókat megkérni, hogy ezt a mentális képet fessétek le magatokban, hogy a... Milyen pizsamában? Milyen tésztát ettél reggel 7-kor? És milyen pizsamában milyen tésztát? Az előző... Remélem, hogy ilyen, ez a vokos, ez a... Nem, az előző napról maradt palacsinta. Hát... és azt letésztáztad? Kész palacsinta tészta. Kész. Üresen, vagy mi? Miért hívod tésztának a palacsintát? Mert az tészta, és elfogyott otthon a kakaó. Ezért tehát üresen ettél palacsintát. Igen. Jó, és de nem hát, fán, mert igen. Palacsintát lehet reggel 7-kor enni, de csirke húsleves tésztát nem annyira. Ah. Pedig ismerünk olyat, aki ezt teszi. Smack! Ezt a smack ismerünk leves. Olyat, aki azt szokott reggel 7-kor. Igen. Én is ismerek. Amikor fel kell, igen, te is ismersz ilyet.
a kedvenc gingered. Egészen komolyan? Egészen komolyan, azt szokott reggelizni. Én annyira szerettem azt a levest. Viktor reggel 7-kor nem eszik semmit, ez egész biztos. De 8-kor, igen. Ja, az sok. Na mindegy, az is pusingi. Nagyon finom. Jó, szóval igen. Szóval igen. Én azt megnéztem, hatalmas. És az az igazság, hogy ha valaki megnézi az első részt, akkor utána meg kell hozni a döntést, hogy együtt akar-e élni ezzel a düvel, ami benne van, vagy elengedi. És aztán ehhez méltan kell folytatni. Még 2 rész hátra van egyébként, nyilván úgy hozták ki, hogy az első 8 rész jött ki, és akkor a 9-es, 10-es még nem, hogy várt, hogy jaj, ki mit választott végül, de... Én nagyon meglepődnék, hogyha bemutatták a párokat az elején, és én nagyjából addig néztem, ameddig az első 3 pár így elkezdett beszélgetni egymással az asztalnál. Mert bocsánat, hogy... mondjuk el a koncepciót, ja, hogy már így beszélünk bocsánat. Róla. Az van, hogy oda mennek párok, és mindegyik olyan pár megy oda, aminek... Podcast az... színvonalag. Majd berakok egy ilyen emlékező, hogyha nem érdekel a trash reality, amit néha nézünk, akkor idáig kattints előre. A koncepció az, hogy vesznek párokat, és mindegyik párnak az egyik tagja... Mennyien? Szerintem nagyon sokért maradjunk ennyiben. Ultimátumot ad a másiknak, hogy ez a 8-7-es teszt, ennek a végére vagy eljegyzik egymást, vagy szakítanak. És abból áll a 8-7 igazából, hogy egy hétig a párok egy első este mindenki szakít mindenkivel, és aztán egy hétig így ismerkednek. Hogy effektíve szakítanak. Mi? És utána mindenki ismerkedik mindenkivel össze-vissza a párok között, és utána 3 hétig, utána választaniuk kell, hogy kivel akarnak élni 3 hétig, azzal élnek 3 hétig, és utána... Van, mint a Love is Blindban, hogy így, jaj, de ő is velem akar, meg ő is velem igen. akar, és akkor el kell dönteni. Van? Igen, van. Backstabbing van? Van. Yes! És utána a következő 3 hétig pedig az eredeti párjával kell lakni az illetőnek, és a végén választanak, hogy mi legyen. Pont annyira elcseszett, mint ami ennek hangzik. Borzalmas. Senkinek sem tudom őszintén ajánlani. Én azt láttam a trailerben, vagy nem tudom, mit láttam belőle, hogy még a családjukhoz is hazaviszik az új embert. Minden. Ja. Ez Love is Blind on Crack. Szia anya, vele csalom most. Tudod, emlékszel Robertre. És akkor oda mondjuk, hogy fú, kislányom, hát ez sokkal jóképűbb, mint a másik. Remélem, hogy ez van, és semmi más. Fú, szeretnék felülni egy iszonyatosan magas paripára, és lenézni mindenkit, aki ilyennel tölti az idejét. Kérlek. De nem megy. Nem megy, egész egyszerűen nem megy, mert azt érzem, hogy van olyan pillanat az ember életében, amikor ez az egyetlen dolog, amit képes feldolgozni. Van ilyen, maradjunk ennyiben, viszont amit utána tettem, arra mindketten nagyon büszkék lesztek, ugyanis elkezdtem nézni a Mare of Easttown, na. És már a harmadik rész végén vagyok. És hogy bírod? Nagyon nyomasztó, úgyhogy nagyon király. Lassan indult be az igazság, hogy az első rész nagyon lassú volt. Az én ízlésemhez képest túl lassú, úgyhogy körülbelül olyan 35 percnél gondoltam azt, hogy az, hogy ez fenntartsa az érdeklődésemet, hamarosan valakinek meg kéne halnia. De aztán hamarosan valaki meghalt, úgyhogy minden rendben volt utána. Ez nagyon furcsa, hogy erre mondod, hogy lassú, miközben a Leftovers-t meg tökre szeretted. Én annak az első évadát néztem úgy végig, hogy Jézus Mária, mikor fog valami történni. Az egy kicsit más koncepcióra épül. Ez így van. Ez egy több évados sorozat, a Mare of Easttown meg egy mini sorozat. Na mindegy. Mindegy volt. Mini sorozat. Abból annyi jó van egyébként. Egyszerűen csinálni el egyet. Én most hallgattam egy podcastet erről, iszonyatosan jó volt. Baromi jókat ajánlottak, na. És az egyik csaj. Ezt elvettem feleségül. Komolyan! Esküszöm. Júcsi, te miket néztél a héten? Én minőségi televíziót néztem a héten. Ehhez képest. Én megnéztem az egyik sorozatot, amit kinéztem az HBO-n, és nem az eredeti listáról, hanem egy új listáról, a Minx című sorozatot, ami nagyon fan volt szerintem, még van hátra 2 epizód, ami még nem jött ki, azt hiszem, de szerintem a héten ki fog jönni. 2? 1, 2? Ez a pornó magazinos? A pornós, igen. Az nagyon-nagyon jónak tűnik, igen.
nagyon fun, és te imádni fogod, Viki, szerintem. Akkor megnézem. Egy ilyen nagyon könnyen feldolgozható, de mégis úgy sok mindenről szóló mini sorozat, ahol van egy csaj, aki egy ilyen nagyon... Emlékeztek a No Strings Attached című filmből, amiben a... Ashton Kutcher és Mila Kunis. Igen. Igen, és ott az Ashton Kutchernek van egy... Egy volt barátnője, aki aztán az apjának lesz a barátnője. És elmennek egy ilyen négyes vacsorára, és akkor ilyen nagyon kínos a csajt. Ez a tipikus ilyen kis buta szőkelány, ilyen kis naív, nem tudom micsoda. Na, ő a főszereplő ebben a sorozatban. Ő főszereplő ebben a sorozatban, és még nem láttam, hogy soha főszerepben, és egy kicsit féltem tőle, hogy így, hát ő szokott lenni a mellékszereplő lány, hogy most így milyen lesz, és ebben egy nagyon okos, egy túl okos feministát játszik, aki nagyon ilyen, ilyen lexikális tudással rendelkezik, ami miatt sajnos a cikkei majdnem, hogy olvashatatlanok, pedig nagyon fontos témában írodnak, és ő találkozik egy ilyen pornó, hát hogy hívják azt, ő kiadó, és akkor több ilyen pornó magazin fölött. Mágnás. Igen, és hogy elég sikeres így a munkájában, és akkor ők ketten rakják össze ezt a magazint, amiben ugye pont az lesz az érdekes, hogy fontos témákkal foglalkozik, de közben az érzelmekre is hatni kell, és hogy akkor nyilván mesztelen férfiak vannak benne, mert olyan még akkor sose volt, és közben benne van az IRA mozgalom, meg mindenféle, szóval hogy így vannak, nyilván nem valós alapja van a sztorinak, bár volt egy európai, azt hiszem egy német, vagy valami hasonló magazin, ami egy kicsit hajazott erre, de hogy amúgy nem, és egy ilyen nagyon, tényleg nagyon fán meg vicces, és a csávó az meg a Nick a New Girlban. Igen. Jaj, őt nagyon szeretem. Én is. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon klassz, és abszolút ajánlom. Pár pillanatot csíptem csak el belőle, de az mind ilyen nagyon szórakoztató volt, meg nagyon jó a hangulata. Hát olyan könnyen feldolgozható, de közben mégis tök érdekes, meg olyan egyedi a sztori, meg a koncepció. Ezen kívül meg szerintem nagyrészt csak készültem a mai epizódra. Illetve? Mit csináltam még? Gilmore-t néztem. Így van. Pontosan? Na. Csak hogy ne maradjon ki. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy a köztes időkben... Az a baj, hogy mindjárt megint vége lesz, úgyhogy újra kell kezdenem. De lehet, hogy most egy Big Bang Theory időszak jön, nem tudom még. Big Bang jön? Hát, az nagyon jó volt, mennyit könnyebben csatlakozom. A Friends még korai, de a Big Bang az... Azért mindig van néhány hónap, amíg nem nézem már meg ezeket, és akkor mindig kell egy új, de a Big Bang az most már egy jó ideje, nem láttam. Én vállalom a Big Banget. A híreink a hétről. Én nagyon rossz voltam hírekben a hétről. Én annyit tudok, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez újra együtt vannak. Mármint, hogy megtaláltad, hogy ez igaz? Azt tudom, hogy ez igaz. És a Britney terhes, nem tudom, hogy igaz-e. Oh, ja, azt hittem, így a kettő összekapcsolódott. Britney terhes. Azt tudjuk, hogy Ben Affleck és J-Lo megint együtt vannak, és ez egy ilyen nagyon retro dolog, ugye, mert ők már voltak egyszer álompár orrafelé. Nagyon leesett a színvonala a hírek rovatnak. Én ennyit készültem a mai hírek. Nekem van egy sokkal jobb hírem. A Batman érkezik az HBO-ra. Igen, április 18-án. Úgyhogy már csak kevesebb, mint egy hetet kell várni azoknak, akik olyanok mondjuk, mint én, és szeretnék újra megnézni csak az otthon kényelmébe, hogy nyugodtan ihassanak közben, és kimehessenek pisilni, mert meg lehet állítani, nem úgy, mint a moziban. Azt nem tudom, hogy megtaláltad-e, de a Halálos Iramban sorozathoz csatlakozik Miss Marvel, hanem hogy hívják, akit nagyon szeret. Florence Pugh. A táskád? Captain Marvel. Captain Marvel, azaz. Vagyis Brie Larson. Brie Larson. Ja. Nem Captain Marvelként csatlakozik. De csatlakozik a Halálos Iramban sorozathoz. Hát ez fantasztikus, ezen is nagyon jó döntéseket hoz mindig. Nem értem. Room, Halálos Iramban. Ez szerintem egy tök jó... A portfólióját bővíti. Abszolút. Pénzzel. De szerintem ez teljesen rendben van. Ami még érdekes hír volt, csak pont a izé után történt, tehát hogy pont a legutóbbi adásunk után történt, úgyhogy már így réginek tűnik, hogy az akadémia meghozta a döntését, és 10 évre eltiltották Will Smith-t az Oscar látogatásától. Yep. Meg kicsapták de kilépett, de ki is csapták volna az akadémia tagjai közül, úgyhogy most már nem szavazhat saját magára.
Én biztos vagyok benne, hogy ezt csinálják, nem? Nem. Jó, de egy szavazat az semmi, érted? De mind, ezt mondtad, múltkor is... Miért szerinted egy szavazatokon múlik az egész? Szerinted nincs ott ilyen iszonyatos, korrupt, geci lobby mindenkinél? Hogy... Ennyi emberre ezt nem tudom megcsinálni. Szerintem csak. Mindenki más felé lenne korrupt. Igen. Megjelenések? Vagy van még hírem? Nekem van még hírem. Na, mondjad. Az Északihoz megjelent két trailer, ez a Northman, ami hamarosan érkezik, és vikinges film. Oké, okay. Én is tudom. Nem kell nagyon sokat tudnod, én iszonyatosan rajta vagyok. Megnéztem mind a két trailert, ritkán mondom ezt gyerekek, de nézzetek trailert. Nézzétek meg a Northman-nek a trailerét, mert iszonyatosan jó hangulata lesz ennek a filmnek. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e baszni. Nem tudom, miért mondtam ezt ki. De nagyon remélem, hogy olyan jó lesz, mint ami ennek tűnik. Én is remélem. És hamarosan érkezik. Ja! Mit néztem pontosan még a héten? Hát én haladtam egy kicsit a besúvóval. És egyre izgalmasan. Úgyhogy szerintem jövő héten nagyon sokat beszélhetünk majd a besugóról, nem? Így van. Ti hogy gondoltátok? Én benne vagyok igazából. Mi lenne, hogyha a készítővel beszélnék? Ez elég menő lenne, de nem hiszem, hogy ezt szerintem. Hát, majd meglátjuk. Valami Bálint, nem? Ja. Nekem nincs meg a száma. Figyelj, mindegy, meg fogjuk próbálni. Figyelj, felhívom, vagy legfeljebb meghívunk valakit, aki úgy néz ki, meg úgy csinál, mintha, és akkor majd beszélgetünk róla. Jó terv. Meg ha már így szóba jött ez, akkor beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk milyen ez a filmgyártás, meg sorozatgyártás Magyarországon, meg mit csinál az, aki el akar ebben indulni, milyen lehetőségek vannak. És csak ez egy benfentes kéne. Na, de ezt majd kitaláljuk. Mint addig meg van egy hét. Valami lesz. Annyi már nincs, mert a szerda van, de... Akkor pont egy hét van, nem? Egy hét. Miért jövő így szerdán lesz az öreg? Nem, kedden. Hát kedden. Akkor az egy hét. Nem. Kevesebb, mint egy hét. Ilyen és ezt a sorban vitek. Oké. Ja, nem kapcsolódik nagyon a filmekhez, de van haladás, nem haladás, bocsánat, van újabb kellemetlenség a Johnny Depp Amber Heard-ös vitában, majdnem kirúgták a forgatásról Amber Heard-ot, nem emiatt, hanem csak mert nincsen kémiája a főszereplő párjával. És mi köze van ehhez Johnny Deppnek még? Mert közben megy a per, amiben most eszébe jutott Amber Heard-nek, hogy meg is erőszakolta Johnny Depp. Ja. Na mindegy, ez majd kiderül, vagy baromira nem derül ki, csak dönt valahogy a bíróság majd a végén. Nekem is több hírem. Nagyon jó, én megjelenésekkel készültem egyébként, hogy mi mindent nézhettek majd ezen a héten. Egyrészt, hogyha mozikba mennétek, akkor vagy a Dumbledore titkait tudjátok újonnan megnézni, vagy jön a Gold című film, aminek egyébként Zac Efron lesz a főszereplője, és egy ilyen one-man show-nak tűnik egyébként. A sztori az, hogy elmennek ketten, és valahol a pusztaságban találnak egy aranytömböt, de egy aranyrögöt, de akkora aranyrögöt, hogy nem bírják kivenni a földből, tehát hogyha rákötözik az autóra, akkor se tudják kihúzni a földből. Teljesen nonsense, valami hatalmas nagy aranyrög, és Zac Efron ott marad vele, hogy őrizze, míg a másik pedig elmegy, hogy nem tudom milyen segítséget vagy eszközt hozzon, vagy bármi. És innentől kezdve a trailerben nagyon-nagyon fura dolgok tömkelege történik, tehát hogy valahogy, mintha azt mutatná be, hogy az egyedüllét, a szomjúság és a forróság miatt milyen halucináció lesznek, de hogy a trailer alapján így rendesen több napot tölt ott, és a végére már így szénné van égve, hólyagosra, mindenhol véres és ilyen nagyon fájdalmas arcokat vág, úgyhogy engem csak is azért érdekel ez a film, hogy meglássam, hogy Zac Efron színésze. Aha. Engem azt hiszem, annyira ez nem érdekel. Mármint, hogy színésze vagy nem. Én csípem Zac Efront valami ez, miatt. Ez kicsit olyan Tesco-s Reverantnak hangzik amúgy. Olyan a Zac Efront könnyű nézni. Ugyanazért szeretem, amilyen Rockot szeretem. Mert így ránézni, és így,
ez egy film, valószínűleg jól fogok szórakozni a végére. Én nekem nem ilyen érzésem van tőle, de? Ja, gondolom, gondolom. Streamingre is jönnek tök jó dolgok, például a Choose or Die című film, ami egy hát horrornak tűnik, képzeljétek el egy olyan videójátékot, aminél folyton választani kell két opció közül, csak amit választasz, az megtörténik, és hogy leírjam, hogy milyen a hangulat, a trailerben egy jelenet az, hogy ki kell választania egy felszolgáló lány összetör a földön egy, nem tudom, egy poharat, és akkor a között kell választani, hogy törjön össze még poharat, vagy takarítsa el. És nagyon megijed a játékos, hogy úristen, ez hogyan lehet, hogy így ráhat a valóságra, és akkor azt választja, hogy nem, takarítsa össze. Úgyhogy az ember az elkezdi megenni az üvegdarabokat. Szóval ez egy ilyen horror cucc, ahol egy videójátékban választasz két rossz lehetőség közül. Horror Jumanji. Egy kicsit. Nagyon-nagyon ijesztőnek tűnt, hogyha nem, utána nem a horror filmeket, akkor tökre megnézem, mert amúgy érdekes volt. De hogy ezt egy kicsit balanszoljam, jön egy új minisorozat, ami az Ice Age Scrat Tales nevet viseli, ami egy spin-off sorozat, a jégkorszaknak egy spin-off sorozata. Oh. És a animációs? Aha, az. Animációs. Hogy, mi a fő állat benne? Motkány? Nem, a mamut a fő állat. Nem. Hát nem a fő állat, hanem a comic relief. A comic relief állat. Na, és ő talál egy ugyanolyan fajból, csak egy kicsit, és akkor ilyen szülő gyerek kapcsolat alakul ki köztük, de nyilván mindig megjelenik egy mak, és akkor a dolgok bonyodalomba kerülnek, mint ahogy a, nem tudom, az egész jégkorszak filmek során nagyon cukor. Oh, wow! Ja, úgyhogy azt terveztem, hogy esetleg, hogyha megnézem ezt a Choose or Die-t, akkor nézek bele 10 percet, aztán megnézek ebből a jégkorszak sorozatból egy részt. Aztán megint 10 percet a filmből, és megint egy részt ebből a jégkorszakból. Mix and match. Ez egy kicsit olyan, amikor túl csípősre sikerül a csilid, és akkor a végén már az történik, hogy egy kis tejfölt raksz a kanárra, és úgy rakod be az ádba a csilid. Valahogy így. Jön egyébként egy ilyen krimi sorozat, aminek az a cím, hogy Anatomy of a Scandal. Ez egy 6 részes minisorozat, ami egy könyv alapján készült, és hát egy ilyen magas beosztású politikusnak a róla és a feleségéről szól, és volt némi megcsalás, némi, nem tudom, sikkasztás, és néhány ilyen egyéb ügyek. Egy politikusnál? Igen, elég fura volt, amúgy elég egyedi ötlet, nem tudom, honnan veszik ezeket. És a készítők egyébként többen is azok, akik az Undoingot is csinálták. És nagyon... Rebecca Ferguson? Az a csaj, aki az egyik főszerepet fogja játszani. Gilálos hírünk nincsen a hétre? Nincs gilálos, viszont van Barack Obama-s, hogyha érdekel. A barackos? A doksi film? Bocsánat. Sorozat. Doksi sorozat. Az egy sorozat? Nagyon jó. Our Great National Parks, az a címe. És Barack Obama. Én most parkokban sétál? Most már ez a... Hát mit csinálja? Hát egy jelenetben ott sétált, szerintem utána csak beszél. De nagyon érdekes, azzal indult, hogy minél jobban el van ugye szeparálva egy nemzeti park, annál különlegesebb az élővilága, és gyönyörű képek voltak benne, szóval én egy kicsit erre úgy tekintek, hogy nem tudom, egy új hullámos Planet Earth. Ezt akarom mondani, hogyha esetlegesen elveszítjük David Attenborough-t. Örökké fog élni. Ja, bocsánat, David Attenborough örökké fog élni. De ugye azt akartam mondani, hogy David Attenborough mellett nekem az új természetfilmes narrátorként abszolút elfér Barack Obama. Jó hangja van. Jó hangja van. Igen. Megnyugtató hangja van, meg olyan bizalomgerjesztő. Semmi. Múltkor eszembe jutott egy jó podcast epizód ötlet, de nem tudom, hogy elmondtam-e valamelyikőtöknek, hogy így kitalálnánk, hogy kinarálná az életünket. Igen, meg, igen beszéltünk róla. Igen, ezt kivágtam az előzőből, úgyhogy jó, hogy benne marad. Biztos ebben. Nem mondtam az epizód között, közepén. De.
Jól kivágta. Ilyenekről maradnak le, akik nem nézik de élőben. De hát ilyen kis következő részek tartalmából egyszer majd lesz ilyen. Egyszer majd biztos, hogy lesz ilyen. Meg egyébként, hogyha nektek van ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy miről szeretnétek epizódot. Így van. És az HBO Max-ra is egyébként jött egy csomó újdonság. Van például egy új minisorozat, aminek Brené Brown az arca, és az a címe, hogy Atlas of the Heart, és ez egy ilyen, nem tudom, ilyen hogy hívják ezt? Ilyen talk show-nak tűnik, de hogy olyan Brené Brown-osan, szóval, hogy elég. Ki ő? Ő írt több könyvet is, és ő egy nagy szószólója annak, hogyha így a sebezhetőségedet így felvállalod, akkor az mekkora előnyökkel járhat az életedben. Szóval, hogy ő ilyen, nem akarom, kicsit pejoratív értelme van a fejemben ennek a szónak, de kimondom, valamilyen gurú. Gurú? Nem tudom, hogy ez csúnyát jelente, vagy sem. Hát attól függ, hogy kinek mondod. De sokan ismerhetik azt, hiszem Bátraké az erő, vagy valami ilyesmi az egyik könyve, van egy csomó TED Talkja, szóval ő elég híres ezen a területen. Jött egy új film, amit lehet, hogy már ma este megnézek. Ennek a címe Reminiscence, és Hugh Jackman a főszereplő. Azt nem tudom, hogy melyik az. Christopher Nolannek a testvérének a felesége. Láttátok, van a Julcsi. Julcsi egy kicsit kiegyenesedett, és arra nézett, nem, és a testvérének a feleség. Fodrászárnak. Ő írta és rendezte, és a producerek pedig a Nolan testvérek, és nagyon a trailernek tényleg eléggé ilyen inception-ös beütése volt. Kék. és valami olyasmiről szól, nagyon nehéz volt kivenni, de hogy minthogyha a jövőben így embereknek a múltbéli emlékeit így ki tudnák vonni, és annak segítségével feldolgozni traumákat, meg ügyeket felgöngyölíteni, és ilyen nagyon érdekes, nagyon összezavaró volt, de hogy a hangulata az egyébként tényleg ilyen nagyon Nolan-es volt, úgyhogy valaki azt írja, hogy borzalom az a film, nagyszerű, de azért meg fogom próbálni, köszönöm szépen. Egy próbát mindenképpen megért, mert én is egy csomó filmről mondtam azt, hogy borzalmas, és aztán mondták azt, hogy nem az, mert nekik tetszett. És van egy csomó szar film, amit én vállaltan imádok, és ez egy tökéletes átkötés Bruce Willisre. Még van hír, nem? Nincs. Még egy van, de mindegy. Ja? Nem. Nem, tettünk rá az átkötést. Nagyon szépen, köszönöm. Felkerült végre a The Father című film. Az már múlt héten is akkor beszéltünk róla. És már múlt héten is felkerült. Úgyhogy nem csak, hogy elcseszted a tökéletes átkötést, de feleslegesen. Whatever, it happens, mate. It happens. Szóval Bruce Willis. Tudtátok-e, hogy az NSK-ban született? Én tudtam. Mert készültél, de a hallgatók tudták-e, hogy az NSK-ban született? Én nem tudtam, és nagyon vicces, mert mindenhol azt írják, hogy Németországban született, de amikor született, akkor az nem Németországban. Igen. Hát, hogy német-amerikai színészként apostrofálják, és valószínűleg azért, mert az NSK amerikai színész, az nem hangzik annyira nagyon jól, meg ettől függetlenül német. Az anyukája német. Az anyukája. Apukája amerikai. Így van. És egy katonai támaszponton, egy amerikai katonai támaszponton született még az NSK-ban, ami szerencsére már nincs. Sajnos? Szerencsére. Holy. Az apropója annak, hogy ma Bruce Willisről és az ő munkásságáról fogunk beszélni, az, hogy múlt héten vagy két hete bejelentették, hogy egy afázia nevű betegségben szenved, és ezért visszavonul a színészkedéstől. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszélünk az ő életművéről, hogy telt az élete, milyen filmekben szerepelt, viszont még senkinek sem kell nagyon megijednie, ugyanis van 8 film még post-productionben, amiben szerepelni fog Bruce Willis, úgyhogy lesz időnk feldolgozni ezt. Hogy összesen olyan 150 filmje volt, úgyhogy ha nagyon hiányzik, akkor vissza lehet nézni őket. 150 környékén van. Csak egy tip, de nagyon durva. Nem, hát 2020-ban volt 130 filmje, szerintem azóta simán belerakott még 15-öt.
Az, hogy mennyire kell félni a maradék 8-tól, azt sajnos nem tudjuk megmondani, mert én megmondom őszintén, hogy nem is tudom, hogy mik azok. Most nyilván próbálunk a jóra emlékezni, én szerelmes vagyok Bruce Willisbe, és ő még az új dolgok között is vannak gyöngyszemek, amiket én nagyon élveztem, de hát nyilván nagyrészt arról fogunk beszélgetni, amik a legtöbbet jelentettek számunkra, és nem feltétlenül az aranymálna díjas dolgairól, amik között egyébként ott van az Armageddon is, by the way. But why do? Nem tudom. Én 144 címben szerepel, mint színész. Amiben nyilván benne van a sorozatok is, meg ilyesmi. Abba benne van. Majdnem eltaláltam. Nagyon, nagyon szép. Nem. Én azt tudtam, hogy 2020-ban 130-nál volt. Ja. Mert egy 2020-as cikk valami miatt akkor így feljött. Azt hiszem, hogy volt valaminek az évfordulója, és akkor egy csomó média outlet csinált ilyen Bruce Willis portrékat. Viszont valljuk be őszintén, hogy nem azért szeretjük Bruce Willis, mert olyan kimagaslóan jó művészeti alkotásokban játszik olyan kimagaslóan jól. Tehát, hogy volt néhány egyébként nagyon jó filmje, amiben szerintem nagyon jól játszott, de hogy úgy nagy általánosságban nem ezért ismeri és szereti az egész világ, nem? Hanem mert egy olyan karakter, akit így ismersz és szeretsz is. Igen. És egyébként nagyon cuki volt, egyszer azt nyilatkoztam, amikor kérdezték arról, hogy hát, hogy nem csak, hogy soha nem nyert Oscar-díjat, de soha nem is jelölték Oscar-díjra, hogy ez milyen érzés neki, és azt mondta, hogy hát ez az egész Oscar ilyen nagyon ilyen magas, fényes, nagy presztízsű dolog, és hát mindenki tudja, hogy a vígjátékok és a lövöldözős filmek azok nem szoktak Oscart kapni, úgyhogy ő eléggé tisztában volt azzal, hogy milyen pályán játszik, azon a pályán nagyon jó volt. Igen. És pontosan jól tudta, hogy ez a szórakoztatásról szól. Igen, de játszott olyan filmben, amit egyébként jelöltek Oscarra, és játszott olyan filmben is, ami kapott Oscart, vagyis hogy ami valamilyen formában kapott Oscart, de nem tudom, hogy ez mondjuk az ő életművéből hiányzik-e, kapott Emmyt viszont. Ami nagyon jó, és a cseten most fel is hozták a Simlis és a Szendét, ami az indulása volt igazából, vagy a befutása volt, vagy a befutást jelentette számára Amerikában. Én nem tudom, hogy ezt mennyire ismerik Magyarországon. Szerintem sem ennyire, én soha nem hallottam róla, de nagyon megnézném így a tényel alapján, mert nagyon vicces, nagyon fiatal benne. Igen, és nagyon Bruce Willis benne, tehát hogy az, amit ott felismertek benne, az megmaradt meglehetősen hosszú ideig. Viszont azért az tényleg vicces, hogy az első főszerepért kapta meg az Emmyt is, ugye? Igen. Golden Globe-ot is azért kapta? Igen. Igen, összesen egy Golden Globe-ot, két People's Choice-t és két Primetime Emmy-t kapott, viszont Emmy-ből az egyiket a Friends kapta. Ez annyira cuki. Szerintem cuki. Nekem egyébként, hát ezt azért nehéz kimondani, de nekem ő a kedvenc vendégszereplőm. Azért mondom ezt, mert nyilván benne van Robin Williams, de Robin Williamsnek meg Billy Crystalnak egy 3,5 perces imprós jelenete van, meg azért benne van 3 epizódban, és szerintem iszonyatosan vicces karaktere. Nagyon szeret. Jó, Brad Pittet is imádom, de ő is egy sokkal rövidebb szerepben van. Sztár vendégszereplőként abszolút kiemelkedő volt. Ja, persze, úgy értem, hogy ilyen. És az meg nyilván valószínűleg mindenki tudja, de azért mondjuk el, hogy ugye azért játszott a Jó barátokban, mert Matthew Perryvel elveszített egy fogadást, és ezért elvileg ingyen volt benne a sorozatban, de mint Wikitől ma megtudtam, később kapott pénzt érte mégis, és azt megfelajánlotta valami jótékonyságra, tehát ez neki abszolút egy ilyen örömjáték volt. Ahogy szerintem egy csomó film, amiben játszik, valljuk be őszintén, Igen. Sokkal inkább így tekintett erre az egészre, mint hogy fel kell menni a csúcsig, és akkor csak ilyen presztízs dolgokba szabad játszani, és ezzel nincs semmi baj szerintem. Nem, a mániákusan szerette ezt csinálni, az egész biztos, és ezért is tragikus ez a betegség, mert imádja csinálni. Hát és nyilván van egy csomó... Az idejét azért, nem? Nyilván van egy csomó olyan film, amin azért érződik, hogy ez inkább valószínűleg a pénzért történt, vagy unaloműzés szempontjából, de 2020-ban készült vele egy interjú, és abban azt mondja, hogy ő akkor igazán boldog, amikor forgathat. Uh-huh. És ráadásul nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy
bocsánat, hogy ő egyébként dadogott fiatal korában. Igen. És amikor középiskolában elkezdett a színjátszó körbe játszani, az volt az, ami segített neki így túllépni a dadogáson, és hogy a színpadon volt először, hogy dadogás nélkül beszélt, utána lejött a színpadról, és ismét dadogott, úgyhogy ez volt így a drámaszakör, és a színjátszás volt az, ami valójában segített neki ezen a beszédhibán, ami szerintem egy tök érdekes dolog, meg tök fantasztikus, hogy ezek alapján neki tényleg a szórakoztatás az, ami megadta az örömet és a boldogságot. Igen, meg az és az... megadja a, bocsánat, ne beszéljünk róla a múlt időben, persze. Mert hogy még mindig örülhet azon, hogy röhögünk a filmjein, még ki se jöttek. Igen, abszolút. Emellett pedig azért elég sok mindent csinált ő, ami engem, amikor először hallottam, akkor nagyon-nagyon meglepett, hogy ő zenész is. Igen. De hogy nem csak úgy zenész, hogy van egy hobbi bandája, amit itt csinál, hanem egy ideig effektív gondolkozott is rajta, hogy a zenei karriert fogja választani, és nem a színészit, mert hogy az amerikai toplistán a 14. helyig felment az egyik számuk. Nagyon durva, hogy én erre sose hallottam, és most hallgattam meg egy nem tudom, klipet találtam, amiben énekel, és amúgy zseniális a jó hangja. Nagyon jó hangja van. Ilyen a bluesos egyébként, abszolút. Egy pop blues albuma van, és az első, 3 szóló albumot is kiadott egyébként, az elsőnek az a címe, hogy The Return of Bruno, mert hogy a Bruno eredetileg egy ilyen álnév, becennév volt számára, és először Brunoként hivatkozott magára, amikor kiadták ezt a lemezt, és 3 szóló lemeze volt a 80-as években, és másik 5 albumon egyébként, ezt hogy mondják? Hát így közreműködött. Igen, úgyhogy ilyen mérhető zenei pályafutása volt. Abszolút, és végül azért nem folytatta a zenei karrierjét, mert ugye az az album, meg az a szám, amivel feljutott a hallgatottsági listára, az utáni 2 album viszont beleállt a földbe, és azt mondta, hogy ő mégis inkább a színészet, de amúgy amellett, hogy talán az egyik legismertebb rendőr figura, amit általában ő játszik, ő effektív volt magánnyomozó. Igen. Ez nekem, nagyon durva. Ez nekem annyira tetszik. Hát, hogy alapból az ő karrierje az nem ez a Hollywoodba költözik gyerekként, és akkor, vagy már oda születik a színpadra, és nem tudom mi, hanem a legelső szerepénél 25 éves volt, és ez egy ilyen uncredited dolog volt ráadásul. És ugye előtte meg, hát járt suliba, aztán miket csinált? Volt biztonsági őr, aztán kocsmákba dolgozott. Kocsmákban, meg énekelt, kocsmákban zenélt. Szájharmonikázik. Mennyire elképesztően durva. Találtam róla képeket, ahol tudod, ez a tipikus kerek, sötétített blues szemüveg, félig letolva, ilyen kinda szalmak alap, de hogy ilyen fake karimás szalmak alap, és a kis izéjával a kis szájharmonika, nagyon furcsa. Hát nekünk annyira úgy van meg, mint ahogy egyébként az összes filmjébe kinéz, tehát hogy a kopasz, nem tudom micsoda. De hogy azért ez tényleg, tehát hogy 25 évesen indult be egyáltalán a karrierje, úgyhogy annyit azóta, most 67 éves, 144. 67 éves. 67 éves. Én azt hittem kevesebb egyébként. Én azt hittem, hogy több. Nem láttam az új filmjeit, úgyhogy... Én azt hittem, hogy több. Én azt hiszem az utolsó filmje, amit végignéztem, az a Red 2 volt talán. Ez is már jó pár éve volt. Igen, az is. Igen. Az sem mostani. Aztán lehet, hogy beugrik közben még valami, amiben láttam, de nem nagyon. És egyébként 2006-ban pedig megkapta a csillagát is a Walk of Fame-en. Úgyhogy itt valaki kérdezi, hogy kaphat esetleg életmű Oscart, majd én tényleg azt gondolom, amiről ő is beszélt több interjúban, hogy ő csinálta a vígjátékokat, meg csinálta a piu-piu filmeket, és hogy ez így a szórakoztatásra megy, és nem a magas filmművészetre, nem azt mondom, voltak nagyon jó filmek, amikben játszott, de hogy az ő életműve egyébként a szórakoztatásról ismert. De igen. Valójában így hívják az ipart. Úgy hívják szórakoztató ipar. Ergo, hogyha nem is érdemelsz valami miatt, tehát hogy nem kapsz esetleg egy olyan szerepet, vagy nem sikerül egy olyan filmben játszanod egy olyan szerepet, amiért megkaphatod ezt az elismerést,
ettől függetlenül nincs olyan ember, szerintem, a modern világban, akinek ha azt mondod, hogy Bruce Willis, akkor nem fogja megmondani, hogy ki az. Tehát, hogy ő azért nagyon sok embernek az életét megérintette. Most azon gondolkozom, hogy nyilván az akciófilm, mint műfaj, hogy annál lejjebb talán csak a horrorfilm van. Excuse me? Ilyen szempontból, hát ilyen Oscar szempontból, meg mit tudom én. Tehát, hát, de most, mert most az jutott eszembe, hogyha valaki kiemelkedő alakja egy fajta műfajnak, mint például Jim Carrey, a vigyértéknek, uh-huh. Tehát, hogy én Jim Carreynek az összes életmű Oscart odaadnám, hogyha arról lenne szó, mert hogy ő annyira egyedi az ő életműve, és annyira kiemelkedő ebben a kategóriában, hogy nagyon, és nem tudom, hogy a Bruce Willis ehhez képest mondjuk az akciófilmekben is van-e olyan szín, értitek, amit... Van. És igen, értem, amit mondasz. Tehát, hogy egy olyan kategóriában van, ami nem Oscar-friendly különösebben, és azt mondod, hogy ami a vígjátéknak Jim Carrey, az akciófilmeknek... Nem tudom, hogy az-e Bruce ez Willis. A kérdésem. Hogy az-e? Tudom, szerintem mind a kettőjüknek azért van range-e. Bruce Willisnek azért kevesebb lehetősége volt ezt megmutatni, mert valahogy ő belekerült ebbe a véres asszonyverős dologba, és aztán volt véres asszonyverő a különböző karácsonyi bulikon, volt véres asszonyverő... De miért mondsz, hogy véres? Ezt nem értem, hogy rendőr sem... benne, ő jó fiú. Mi az, hogy véres asszonyverő? A asszonyverőnek hívják az atléta, a fehér atléta trikót. Igen, de miért kell? Igen, de. Miért kell így akkor hívni? Is, amikor azt mondod, hogy véres asszonyverő, akkor nem a feleségét megvédő good cop-ra asszociálsz szerintem. Ne, a chat javítson ki, a tévedek, de én azt hittem, hogy az atléta... Asszonyverőnek hívják azt az atlétát, jól van, csak így hogy... ez a szókapcsolat egybe ez... Igen, neki nagyon sok szerepe, nagyon hasonló volt, és rá tökéletesen illett, és ő a feladatot mindig teljesíteni tudta. Mondjuk így szépen a dolgot. Ráadásul meg tudta újítani. Tehát, hogy ő egy, és most nem tudom, hogy áttérhetünk-e a Die Hard-ra egy kicsit, de csak egy egész picit. Én szeretnék majd egy kicsit még a magánéletéről beszélni, hogy ezt le tudjuk, aztán... Jó, akkor majd. Gyorsan tudjuk, hogy mert amúgy nyilván nem kell, hogy ez annyira számítson, de hogy ugye a Demi Moore-nak volt a férje 13 évig, azt hiszem. Én nem is tudtam, hogy ők elváltak. Mármint, hogy mostanáig, amíg nem kezdtem. Ja, nem tudtam. Nem emlékszel az Ashton Kutcher Demi Moore időszakra? Akkor voltunk mi fiatalok, az volt az ilyen nagy izé, és Ashton Kutcher most már ugye Mila Kunisszal van, akitől van a Csodálatos gyerekeik. Ő együtt volt Demi Moore-ral? Igen. Hát ez volt benne a poén, hogy már háromszor vicceltem vele. És házasok voltak. Hogy ha! Ezért vicces az, amikor azt mondom, hogy Ashton Kutcher Bruce Willis fia. Ezért... nevettél eddig egész? Igen. És én nekem nagyon szimpi, nyilván semennyire nem látunk bele, de hogy elvileg ők így tök jóban maradtak, és hogy még az Ashton Kutcher is tök jóban volt a Bruce Willis-szel, és hogy Bruce Willisnek meg most van egy új felesége, aki már nem az új felesége, mert 2009-ben házasodtak össze, egy modell és színésznő és producer nővel, akit egyébként nem ismertem, Emma Henning, vagy mi a neve? Emma Henning, azt hiszem. És ugye Demi Moore-tól van 3 lánya Bruce Willisnek, az új feleségétől meg még 2, tehát összesen 5 lánya van. Úgyhogy azok igazi csajbulik lehetnek, de hogy nekem nagyon-nagyon szimpi volt ez is, hogy most én láttam például hogy hívják a legidősebb lányát? Rami? Ú, bocsánat, nem jut eszembe. Na mindegy, de hogy ott is úgy nyilatkoznak, mint a nagy család. Tehát az összes lány, és a két volt feleség, meg a mostani feleség, és hogy ilyen tökre ilyen kis összetartók, meg nem tudom, iránézésre, úgyhogy szerintem ott oké. Igen, ami nagyon-nagyon vicces, és mindenkinek ajánlom, aki szereti, én nagyon szeretem ezeket a celebrity roast-okat, mert végtelenül tehetséges komikusok és komikák vannak általában benne, meg pár meghívott szar vendég, de van Bruce Willisnek egy külön epizódja, ami nagyon-nagyon-nagyon vicces volt. És én onnan tudom egyébként, hogy zenélt, mert azzal kapcsolatban született egy-két vicc. Na beszélj a Die Hardról.
Ja, szóval a Die Hard-dal kapcsolatban csak annyit akartam mondani, hogy minden idők legjobb akciófilm. És a kedvenc karácsonyi filmed. És az egyetlen értelmes karácsonyi film. Nem, az egyetlen, ezt még te se gondolod. De a kedvenced az. Egyértelmű. De szeretne túlozni. Annyira, jó, annyira szereti, hogy most megengedjük neki, hogy grandiózus legyen. Ezek újságírói túlzások. Szeretem őket. Nekem is a kedvenc karácsonyi filmem lenne, ha nem borulnék ki minden alkalommal, hogy mezítlábban. Azt átszoktuk már tekerni. Nem. Azt átszoktuk már tekerni, mindig és sosincs rajta. Fent sehol, úgyhogy minden évben kibéreljük a YouTube-on. Igen. Minden évben. Nem vagyok hajlandó letölteni a Die Hard-ot. Fizetni akarsz érte a mai fizetni napig akarok. Minden évben. Aha, megvehetném egyébként, tehát most már megvehetnénk is. Akkor csinált, hova? Ugyan meg lehet venni hát a YouTube-on, ja? És akkor mindig lehetne nézni. De ez nem vagyunk elég okosok. Na mindegy. Szóval ő egy nagyon újfajta akcióhős volt, mert addig az akcióhősök, akiket láttál a filmekben, az mind ilyen sebezhetetlen. Nagyon komoly, nagyon tudja, hogy merre van az előre, ez történik, én mindenkit megölök, Rambó. És aztán jött Bruce Willis, aki humort, és ilyen kis érzékenységet, és kis, tudod, ilyen nem vagyok biztos a dolgomban, kicsi vagyok a túlerővel szemben, de akkor is megküzdök vele személyiséget hozott ebbe bele, és tényleg olyan humort, amit nem nagyon tudnak lemásolni. Tehát, hogy rengeteg ilyen könnyedebb akciófilm készült azóta, sőt, rengeteg, százezer, de senki nem tudja ezt a fajta akcióhőst úgy hozni, ahogy ő. Mi van? Semmi, csak pörgetem végig az IMDb-n a film címeit, amiket mondott Viki is, hogy még mennyi van, és annyira vicces, hogy ott van egymással 15 borító, amin mindegyiken ugyanúgy néz. Aha. Hát mert ez van, és this sells. Igen. És ezzel nincsen igazából semmi baj, mert valójában Bruce Willis is élvezte, és még a Die Hard 5 után, ami tényleg már a vállalhatatlanságig volt rossz, tehát hogy ezt magyarként csak és kizárólag azért nézted meg, hogy lássad, ahogy a tankok végigveretik az Andrásin, és semmi másért, de ő élvezte, és még visszamenne, nincs olyan, hogy Die Hard 5, így van. De ő még visszamenne egyébként csinálni, és most valószínűleg csinálnak egyébként egy újat, amiben már szerintem nem is ő lesz valószínűleg benne, ergo majdnem mindegy, hogy milyen lesz. De a Die Hard szerintem egy nagyon különleges akciófilm sorozat ebből a szempontból. Két dolog miatt, és az egyik ugye maga Bruce Willis, és az, hogy yippee-ki-yay motherfucker, tehát hogy mi az, amit ő ott lerakott az asztalra, és halálra idézgetünk, és teremtett egy újfajta akcióhőst. A másik pedig szerintem egy ilyen kuriózum, hogy én szerintem a Die Hard az egyik egyetlen olyan trilógia, amiben a harmadik rész jobb, mint bármelyik más. Toy Story. Nem tudok nyilatkozni. Bocsánat, folytasd. Az egy okés volt. Végignéztem. Nagyon jó. Na de mindegy. Szóval... Oké, mi történt? Mert én nem tudom, hogy mi az ötödik annyira rossz volt, hogy nem beszélünk róla? Az ötödik annyira rossz volt, hogy arról már nem beszélünk, és a negyedik sem volt jó. És hány van összesen? Öt. Négy. Az ötödiket nem számoljuk. Okay. És... De nem a második a legjobb? Most összezavar. Nem. Van... De mi mindig azt nézzük meg. Mindig az elsőt nézzük meg, és aztán... Ez az első? Az első az a Nakatomi Pláza. Ja. A második a Repteres. Repteres, igen. A harmadik pedig az, ami a New York belvárosában játszódik, nem karácsonykor, hanem július 4-én. Nem karácsonykor? Az nem karácsony. Azt hittem, az a lényeg. Az első a legjobb. Alan Rickman. Ez így van, Alan Rickman, hibátlan Hans Gruber, és ezt természetesen adom. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a hármat. Elhiszem. De attól még az első. Alan Rickman, meg értem, de...
Jó, mindegy, nem kell ezen vitatkozni. Ezt majd ketten lerendezitek zárt ajtók mögött. Jó. Bocsánat, hogy végig kellett nézned ezt a Domestic Violence felé mutató kis sort. Így van, Jeremy Irons. Azért nem szar. És nem tudom, hogy ti egyébként tudjátok-e, de John McClane, nem Jock McClane, de John McClane, van egy másik filmben is, ami nem is tudom, hogy mikor jelent meg egyébként, az a cím, hogy Az utolsó cserkész. És egészen pontosan ugyanaz a karakter. Ez a lecsúszott, alkohol problémákkal küzdő, szebb napokat is látott rendőr/ex-rendőr az egyik legjobb akcióvígjátékban, amit én valaha láttam. De abba is ő játszik? Bruce Willis, abszolút. És ugyanez a neve a karakter? Nem ez a neve a karakter. Nem, csak hogy egy effektív... Ugyanilyen karakter. Effektív, okay. Ugyanilyen karakter. De hogy hands down pontosan ugyanez. Talán egy icipicit jobban le van csúszva. Mint hogyha a Die Hard 3-ban nem tudom, hogy vannak magyarul, hogy drágárad az életed, még drágább az életed, az élet mindig drága. Azt hiszem, hogy valahogy így vannak. És amikor valaki azt mondja, hogy a magyar szinkron borzalmas, mondjuk én, akkor mindig arra gondolok, hogy ott van Az utolsó cserkész, aminek olyan a szinkronja, eredeti nyelven is fantasztikus, de a szinkronja. Olyan, amikor így megtalálják azokat a fantasztikusan ízes magyar kifejezéseket, amiért az angol térden árva könyörögne a receptér, és egy olyan hozzáértő kézbe kerül a fordítás, hogy ez tökéletesen visszajön, és nagyon-nagyon jól megy Bruce Willis karakteréhez. Úgyhogy az utolsó cserkész mindenképpen megérdemel az én könyvemben egy ilyen tiszteletbeli említést. Még hogyha nem is a leghíresebb miatt a Han Bruce Willisnek, de én nagyon-nagyon szeretem. Egyébként Dörner György Bruce Willis szinkron hangja. Általában nem tudom, hogy mindig, mind az összes 144 filmjében, meg sorozatában, de... Szerintem lesz olyan a 144-ből, amit így nem fordítanak le. Nem éri meg a szinkront. Beszélhetünk más címekről is, hogy még Die Hard-ozni szeretnél? Én a következő 50 percet ki tudom tartani Die Hard-ot egyébként. Szerintem akkor addig ki megyünk, megnézünk valamit. Menjetek, nézzetek, rendeljetek valami kaját, vagy bármi ilyesmi. Triviáim is vannak, színészek is vannak, vannak podcastek, amikben szerepeltek mellékszereplők, véletlenül tudom, hogy mi van Powell's hadnaggyal, hogy mi történt vele utána, tudok rentelni a Die Hard 4-ről, tudok a Die Hard 5-ről is rentelni, hogyha arról van szó, amit... Akkor nekem az a kérdésem, igen? Hogy Gyulcsi, neked melyik a kedvenc Bruce Willis filmet? Elvették a szót! Jó. Ez egy nehéz dolog, és gagyi lesz Julia. A válaszom, de az Armageddon a kedvenc Bruce Willis filmet. Én nagyon, meg a Die Hard 1, de most Júli, a Die Hard a kedvenc Bruce Willis film. Jó, oké. Okay. A Die Hard 1, igen, de én... És mit szeretsz még? Az Armageddont nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Tudjátok, hogy van némi katasztrófa film függőségünk Dáviddal, és hát az egyértelmű, hogy az Armageddon az egyik legjobb ebben a kategóriában, és én imádom a Ben Affleckkel való párosát, szerintem zseniálisan viccesek, meg a Liv Tyler is nyilván. Tehát, hogy olyan szereposztás van abban a filmben, hogy... És még a sztori is jó, meg minden jó, a zene, Istenem, tényleg. Hát amikor ott elköszönnek a... Vagy elköszönnek a... On a jet plane! Annyira zseniális. Ez egyszerűen olyan jó kedvem lesz attól a filmtől, mindig pedig nem az a célja, de hogy lehet benne sírni, meg nevetni. Sztárparádé, igen. Imád, ez egy tökéletes film szerintem. Mert nem csinálok egyszer egy katasztrófa filmes részt. Jó ötlet. Cool. Megbeszéltük. Jó ötlet. Igen, és én nem fogom, sose fogom megunni az Armageddont, ez egészen de szerintem biztos. Az annyira, az a katasztrófa filmek egyik alapköve az igen. Armageddon, nem? Tehát, sőt, igen. Az egy igaz klasszikus, ami bizonyos helyeken zseniális, bizonyos helyeken olyan, amilyen, de hogy egy ilyen, nem tudom.
Én azt így a Deep Impact-tel meg az Apollo 13-mal rakom nagyjából így egy fiókba. Nagyobb fasság, de egyébként, tehát hogy én nagyon-nagyon szeretem, szerintem tökéletes, akárhányszor végig tudom nézni, mert a katasztrófa filmeknél a YouTube-val van egy szuper képességünk, mi szerint mindent megbocsájtunk. De ne, azonnal... ez nem igaz. Emlékezz, kérlek, a... elfejtettem a nevét, mert szerencsére. Moonfall, Skyfall, vagy mi? Moonfall. Na nem, az volt, ne haragudj, én... de azt kritikálod. Jó, én a Moonfall-ról nem merek nyilatkozni, ameddig nem láttam angolul. Mert nem, félek, hogy csak a szinkron miatt tűnt ennyire borzalmasan szarnak. Biztos, hogy nem. Alig várom, hogy lássam azt a filmet. Fúj, ezek fúj. Után. Nem bocsátunk meg mindent, ez szerintem ez nem igaz. Majdnem mindent megbocsájtunk, Júlia. Többet, de nem. Júlia, a NASA felküld 9 darab olajfúrót. Így van. Szerintem ez tök egy logikus. Aszteroidára. Így van. Hogy ez rendben. Hogy ne lenne rendben? Jó. Hát ha Bruce Willis köztük van, ennyi. Tehát, hogy mindent megbocsájtunk. Ezt akartam mondani, hogy majdnem mindent megbocsájtunk. Ezt kellett volna igazából mondani. Tehát, hogy nem azért szeretjük, mert nagyon-nagyon stabil tudományos alapokon nyugszik. Csak azért szeretjük, mert ott vakar meg, ahol viszketünk egészen pontosan. Van benne kis Amerika faszopkodása, hogy könyvfátyolos szemmel néz fel, és aztán lehet nyomni a gombot, miközben... Jó, de benne van, hogy éppen mi történik Londonban, Párizsban, hogy hal meg mindenki ott is, nem tudom, mi csak a megoldás az mindig az amerikaiak kezében van, mert senki más nem tudja megoldani. Senki más nem veszi észre, nem tudja megoldani. Ez azért nem teljesen így van, mert minden egyes katasztrófa filmben van egy kis kitekintés, hogy hát ez egy közös misszió lesz a kínaiakkal, meg az oroszokkal, mert most minden rendben van, mert ez jelenti az összefogást. Nem látunk kínait vagy orosz. Igen, de egyébként, de az Armageddonban mekkora az orosz csávó. Nagyon jó. Mindegyik működik, made in Taiwan, és üti a gépet, mint a gép. Imádom, szeretem. Pedig valószínűleg inkább az lenne a valóság, mint a Don't Look Up-ban. De mindegy, én jobban szeretem látni azt, ami az Armageddonban történik, és a többi. Én is. Összefogunk. Egy nép vagyunk. Egy emberiség vagyunk. Egy emberiség. A hétvégén egyébként, amiket újra néztem, sokkal több mindent terveztem újra nézni, például a Ponyvaregény, meg a Sin City-t is, amiről majd mindjárt beszélünk, de amit újra néztem, az a 6. érzék volt, mert nagyon régen láttam. Tünk. És... hát oda jöttél néha. Ezt végignézted velem? Végignéztem veled. Ja, jó. Annyira másik... mentem el, hogy csináljuk neked ebédet. Jó van. Elnézést, hogy akkor nem voltam ott. Szeretnéd akkor te elmondani, vagy? Nem. Ha szeretnétek egy szobát? Nem van. A másik pedig, amit én nem láttam eddig, az a másik M. Night Shyamalan film, amiben szerepel Bruce Willis, az Unbreakable. Azt nem láttad még? Nem. És a másik kettőt láttad, a Splitet meg a Glass-t? A Splitet láttam, de abban nem emlékszem. Ez egy trilógia, ez egy filmtrilógia. Azt én tudom. Csak Bruce Willisre nem emlékszem a Splitből. Ja, mert a stáblista utáni jelenetben van benne. Oké. Azt nem nézted meg? Róla. Nem szoktam megnézni, mert rohanok pisélni, bocsánat, olyankor. Sebezhetetlen, igen. Nem tudom, nagyon érdekes volt egyébként, tehát hogy elég lassú ez a film, meg olyan langyi, de hogy olyan M. Night Shyamalan-os. Szóval, hogy ez így abszolút benne van, és így a sztori az még úgy érdekes is volt szerintem, hogyha nem láttátok még, akkor ez arról szól, hogy ez egy képregény, ugye? Igen. Ja. De hogy volt egy ilyen, tehát hogy tényleg? Mármint, hogy nem tudtam, hogy ennek egy képregény az alapja. Igen. Igen. De most attól, hogy van benne képregény, még képregény, nem kell. Ez most egy tényleg egy képregény. Van. De nem tudom, hogy mi volt a képregény címe, vagy hogy konkrétan el, vagy nem tudom. Csak tudom, hogy egy képregény alapján készült. Uh-huh. Tehát, hogy ugye van benne Samuel L. Jackson, aki ilyen nagyon... nem tudom, hogy hív, hogy ennek van-e valami neve a betegségének, de hogy nagyon gyakran törnek el a... Üvegcsont-szindrómának hívják. Igen. Én most hasonra ütöttem, de hívják így, mert szerintem jó hangzik. És hogy bele Samuel L. Jackson játsza ugye ezt a karaktert, és van
vele szemben van gyakorlatilag Bruce Willis, aki meg így túlél egy nagyon súlyos vonat balesetet egyedüliként, és akkor így ez viszi tovább a sztorit, hogy akkor ez így hogy lehet, és mi a kettőjük kapcsolata, és ez így hogy jön ki az egész. Nem akarok spoilerezni, pedig ez egy bazi régi film, de hogy szerintem így a végére nagyon érdekes lesz, amit így kihoznak belőle. Szóval tetszett, de olyan elég lassú volt azért. Szerintem amúgy lehet belőle spoilerezni, így, hogy a második meg a harmadik is megjelent. De miért? Ez egy folytatólagos dolog? Igen. Semmi kapcsolatot nem látok a Split és a... De nem, a harmadik, a Glass húzza össze a kettőt amúgy. Igen, van. A Glass van, nem láttad? Nem. Hát és ugye az azért Glass, mert hogy Glassnak becézték az üvegcsont-szindróma miatt a Samuel L. Jacksonnak a karakterét, és igazából az ő triójuk, aki a főszereplője a Glassnak, és azt a sztorit viszik tovább, hogy ugye ő megkeresi ezeket az embereket, akik ilyen különleges képességekkel rendelkeznek. Uh-huh. Ez nekem nagyon fura. Miért? Nekem a Split az egy nagyon kilóg ebből. Én azt nagyon máshogy éltem meg azt a filmet. Jó, mert nem egy jó trilógia, tehát hozzá kell tenni, hogy hogy ez a baja. Igen, igen. Különállóként szerintem a Split úgy nagyjából az utolsó 20 percig tök jó. Csak a végét nem szeretem. És az úgy különállóan szerintem tök jó. Én egészen addig, amíg nem láttam a stáblista utáni jelenetet, én nem is tudtam egyébként, hogy köze van a kettőnek egymáshoz, viszont utána már egyértelműen a Glass úgy érkezett, hogy a Splitnek, meg az Unbreakable-nak a folytatása. Uh-huh. De igazából az köti össze őket, hogy Shambhala Bajbú volt az, aki csinálta, nem? Hát attól még nem lesz valami trilógia, tehát hogy az nem lehet. Én nagyon, nagyon loose kapcsolatot látok köztük. Hol? Hát a Glass az egész végig hármójukról szól. Ja, igen. Én azt nem láttam azt a filmet. A Split része. A Glass az relatíve új egyébként. Ez most igen, valami... 19-es. Ja, azt megnéztem. Ez nem volt jó, de... nem nagyon. De a minden esetre érdekes, volt. Tehát hogy nyilván... Nem úgy néz ki, hogy valami klasszikus trilógia, és valóban az Unbreakable volt az első, sokkal korábban készült, mint a másik kettő, és tényleg egy nagyon-nagyon jó film volt. Az, hogy utána így erre ráépítettek kettő másikat, az már nyilván kérdéses, hogy milyen volt, de az Unbreakable-t egyébként én nagyon szeretem. Szerintetek a hatodik érzék az nektek eladta a drámai Bruce Willis-t? Az a helyzet, hogy most pont ilyen szemmel akartam nézni, hogy megnézem a jobb filmjeit, hogy abban mit alakít. És akármennyire nagyon jó az a film, nem kellett neki nagyon alakítania benne, úgy éreztem. Tehát, hogy nem volt semmi olyan feladata az ő karakterének, amiből így jobban kitűnt volna, hogy így... Nagyon jó lehet neki ez a szerep, meg nagyon egyben volt az a film, több fasza volt, 6 Oscarra jelölték, egyet csak kapott meg belőle egyébként, de most ez tök mindegy. De hogy nem tudom. Abban szerintem teljesen igazad van, hogy ott a kisrácon sokkal több múlt, ja. mint Bruce Willis-en. Kisrác az nagyon adta. Ja. És pont ugye megnéztük, és azt kérdeztem Dávidtól, hogy mondom, hova lett ez a gyerek, akit Oscarra jelöltek 8 éven, nem tudom hány éves volt akkor, és azóta így miért nem lett egy hatalmas színész? Valószínűleg boldog életet akart élni. Azt hiszem, hogy ezt mondtam neked a múltkor is, hogy valószínűleg boldog életet akart élni. Yeah. Én úgy megnéztem ezt a kettőt Jócsival, és, vagyis, hogy ezt néztem meg Jócsival, meg a... Mi volt a másik, amit együtt néztünk? Unbreakable, meg a Six Sense? Ja, meg a 12 Monkeys. Végignéztük a 12 Monkeys-t. Én már nem emlékeztem rá. Ezt megmondom. Na, abban sokkal nagyobbat játszik. Igen. Tehát, hogy nekem az a legnagyobb alakítása. Ugyan blokk. Bár nyilván ott van a Ponyvaregény, meg a Sin City, de szerintem még azokhoz képest is ez egy extrémebb színészi teljesítményt igényelt, vagy nem is tudom. Abszolút. A 12 Monkeys-ról szerintem beszéltünk a Mindfucker-is epizódban, nem? Valamennyit egészen biztosan. Én azt hiszem, hogy az én listámon nem is volt fenn, mert hogy én nem hoztam fel, mert én csak arra emlékeztem, hogy van benne egy ilyen nagyon furcsa időutazós vonal,
És én nem akkor láttam a 12 majmot, amikor megjelent, hanem így sokkal később, amikor már így a így nagyobb elvárásaim lettek volna. De nagyon jó volt végignézni, bár abban is azt hiszem, hogy Brad Pitt azért nagyobbat játszik, mint Bruce Willis. Ja. De nagyon jó az a film. A közös jeleneteiket azokat igen. egyértelműen elvitte, de hogy azért ő is szól, hogy igen. Én kifejezetten élveztem. Meg tényleg jó is a film, és így nem tudod, hogy mi történik egy darabig, és aztán ugye film háromnegyedénél már azért neked már összeáll a kép, még hogyha... És most már nagyon retro. Most már nagyon retro. Tehát, hogy úgy retro, hogy mintha egy kondicionálva lenne az agyad igen, arra, igen. hogy mi fog történni. Hogy amikor van egy bevágás az elején a film valamelyik részéről, akkor utána a te agyad az folyamatosan megpróbálja azt elhelyezgetni, és valahogy jobbak lettünk ebben most. Ja. Úgyhogy előbb jössz rá, hogy mi történik, mint bármelyik szereplő. De még szerintem így is. Így tök jó hangulata van, meg egy kicsit az is vicces, ahogy tudod, így elképzelik a jövőt, meg elképzelik igen, azt, igen. hogy hogyan fog ez majd működni a későbbiekben. De most amúgy a hatodik érzéket is úgy néztem, hogy én nem tudom, hogy láttam-e azt többször. Tehát nem tudom, hogy most néztem-e, hogy először, hogy tudom, hogy mi van. És így, hogy tudom, hogy mi van, annyira egyértelmű, hogy mi van. És de hogy azt meg tényleg nem tudom megmondani, hogyha most szűz szemmel néztem volna először, akkor is rájövök-e, vagy nem, vagy mikor jövök rá. De szerintem én úgy érzem, hogy igen. És nem akarom ezt érezni, mert amúgy egy nagyon jól összerakott film, szóval, hogy igazából fogalmas, csak pont az ilyenek miatt, hogy annyi mindent néztünk, amire így szkeptikusan lettünk. Nyomozol, hogy így, ez biztos azt jelenti, hogy, és aztán lehet, hogy nem, de hogy akkor is így kitalálsz mindenfélét. Én nem tudtam, amikor először láttam, abban biztos vagyok. Akkor biztos, hogy én sem. Úgyhogy nem csak hogy most. Sharp Objects tesztem meg magamnak, ahol viszont már az elején. Ja. Vártam, hogy mi van. Azt mondtam, Júlia, emlékezz vissza. Azt mondtam, ez a csaj pszichopata. Ahogy a képernyőre került a kislány, mondta, ez a csaj pszichopata. És... Ez így volt. Akkor majd ezt vágd ki. Oh, ja, bocs. Nem tudják, minden. Hogy melyikről beszélsz. Nem. Úgyis régi. Na, ötödik elem, jól van, beszéltünk. Igen, mert még két John McClane-ről nem beszéltünk. Nem beszéltünk az űr John McClane-ről, ami az ötödik elem. És csodálatos, mert hogy az is John McClane, legyünk őszinték, hogy az is John McClane, csak az űrben, és néha eltereli a figyelmedet egy kicsit, az, hogy mennyire nevetségesen szexi Mila Jovovich. Én ezt annyira nem értettem soha, ezt már annyiszor hallottam tőled, de hogy így, mármint, hogy nyilván nagyon szexi az a nő, de hogy miért pont ebben a filmben, ahol így nem tud beszélni, és fura narancssárga haja van, és körbe van tekerve egy WC papír gurigával. A WC papír guriga valószínűleg. Ez ott van? Aha. Valószínűleg nem tudom megmagyarázni. Azt tudom mondani, hogy egy undorító férfi ösztön lény vagyok, és a WC papír guriga valami miatt beszél hozzám. Lilu Dallas, világjegy. Így van. Ez egy nagyon jó film. Úristen. Nagyon. És azt nagyon, azt sokszor is láttuk, mert az így nálunk így. És nem csak ketten, szerintem Lilaikkal néztük. Lila nagyon szereti, azt tudom. De ez egy nagyon szórakoztató film. Valahogy nagyon eltalálják benne ezt a sci-fi vicces akciódús, de közben úgy mégis olyan könnyű megérteni, meg igen. felfogni, meg szurkol, nem tudom, valahogy egy ilyen szórakoztató disztópia, ilyen, te láttál az ötödikemet? Nagyon el vannak találva a mellékkarakterek is, és hogy az egész történet igazából teljesen hibátlan, John McClane meg. Nekem igazából kettő film van, amit nagyon szeretek, ami klasszikusan sci-fi egyébként. Az egyik az a Looper, amit nem tudom, hogy láttatok-e, az próbálom nem elcsűrni a nevét, Joseph Gordon-Levitt, azt hiszem így kell mondani, neki és Bruce Willisnek a filmje, ami egy olyan világban játszódik, ahol létezik az időutazás, viszont
törvényen kívül van helyezve, és ezért így alvilági emberek szokták alkalmazni arra, hogyha valakit el akarnak intézni, mégpedig úgy, hogy visszaküldik 30 évvel későbbről azt az embert, hogy ugye a jelenben, ahol vagyunk, ott vannak ilyen, igazából ilyen fejvadászok, akik a 30 évvel későbbről visszaküldött embereket kell levadászniuk. És Joseph Gordon-Levitt játsza a főszereplőt, aki egy ilyen looper, így hívják azokat, akiknek az a feladata, hogy a visszaküldött embereket levadásszák, és egyszer csak visszaküldik a jövőből Bruce Willist, aki igazából ő 30 évvel később, és hogy a saját maga 30 évvel később ényét kell levadásznia. És egy nagyon ilyen kis... egyszerű ötleten alapul, és nyilván tök jó dráma van benne így kettejük között, meg azért egy kicsit ilyen nagypümpölős is az időutazással, úgyhogy szerintem az egy tök jó kis szórakoztató skifi. A másik pedig, amit nagyon szeretek, a Szöreget, aminek a magyar címe az, hogy Hasonmás, és nagyon nem szerettem ezt a címet, mert szerintem a Szöreget az nagyon jól leírja. Itt pedig arról van szó, hogy a technológia segítségével az emberek gyakorlatilag nem mozdulnak ki otthonról, hanem vannak ilyen szöregetjeik, amit így otthon tartják, és akkor bejelentkeznek a rendszerbe, és ő otthon marad, fekszik az ágyában, és ez a humanoid robot az, aki megy, és az életét éli, és hogy ezen keresztül éli az életét. Szóval, hogy nem kell veszélybe sodorni a saját magát azzal, hogy kimegy az utcára, vagy bármi veszélyes dologba keveredik, mert ő biztonságban van így a teste, de hogy helyette ez a robot igazából megcsinál mindent, és ugye nyilván ugyanúgy érez mindent, kivéve a fájdalmat, meg nem tud meghalni nyilvánvalóan, és hát ott kezdődik a konfliktus, hogy egyszer csak meghal valaki úgy, hogy éppen be volt jelentkezve a rendszerbe azért, mert ez a szöregetje, ez meghalt. Úgyhogy ez egy ilyen izgi, nyomozós skifi, amiben ő igazából szinte már a legelején arra van rákényszerítve, hogy kimozduljon otthonról, így a valóságba. És nekem nagyon tetszik, hogy szerintem egész jól eljátsza azt a félelmet, amikor több tíz éve nem voltál kint a lakásból, viszont jártál az életben nap mint nap, és nem kellett félned semmitől, most meg kimész az utcára, és félsz attól, hogy úristen, mi van, hogyha elüt egy autó, mi van, hogyha nem tudom, bármi baleset ér, mert hogy akkor az probléma, az most tényleg téged ér. Illetve van egy tök jó drámai szál a feleségével, akivel nem is tudom hány éve nem találkoztak egyébként így élőben, hanem csak így a szöregetjeiknek a segítségével érintkeznek egymással, úgyhogy az egyébként nagyon-nagyon izgi, és én nagyon szeretem azt a filmet. Az is egy ilyen középszerű, de nagyon élvezetes skifi egyébként. Úgyhogy én őt ezekbe a szerepekbe is szeretem, ami szintén ez a nyomozzunk és védjük meg az embereket és a családot. Okay. Úgy a Bruce Willis filmekben. Igen. Aha. Igen. Az pedig Bruce Willis játszik a filmben. Igen, és most így a chat közben írja, hogy azok a filmek, amikről beszélgetünk korábban, azok mennyire nevetségesen jó a magyar szinkronja is. És valahogy ez egyébként így van, hogy a Bruce Willis filmeket teljesen simán tudom szinkronnal nézni. És nem tudom, hogy azért-e, mert ezek ilyen 90-es évekbeli, 80-as évek végé 90-es évekbeli filmek, amikor így hozzá voltam szokva, hogy nyilván minden a videótékában nem tudtál eredeti nyelvű filmet kiszedni, legalábbis a mi Veszprém videótékánkban nem volt. Nem nagyon beszéltünk még úgy angolul, nem? Nem, tehát, hogy nem nagyon. De hogy ezek is így élnek, és nem tudom, igaza van a chatnek, csak ennyit akartam mondani, hogy tényleg nagy faszák voltak a szinkronok, és az ötödik elem ez különösen nagyon jól sikerült. Nem tudom, hogy tovább mehetünk-e. Mikor? Tovább mehetünk-e sokkal korábbra, mint a Looper. Kérlek, beszélünk a Nincs, aki beszélről. Amiről ugye nem tudnak az emberek. Igen, mert hogy azt nyilván magyarul láttuk annak idején szinkronnal, és szinkronnal is zseniális volt egyébként, de én most nagyon meg akarom nézni, mert hogy több cikkben is írják, hogy mennyire jó volt Bruce Willis a gyerek hangjaként.
Úgyhogy engem nagyon-nagyon érdekel. Ja, Nicsak kibeszél, az egy vígjáték. Most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy... Aj, Goldie Hawn volt az még? Nem. Nem Goldie Hawn. John Travolta. Igen, de... De az a férfi. De a férfi. Igen, John Travolta játszotta a nőt, és... Bocsánat. Christy Ellie. Az volt meg, hogy valami Ellie vagy Ellie. Igen, mert hogy nekem van a Michelle Pfeiffer, Christy Ellie és Goldie Hawn. Nem tudom megkülönböztetni őket, amikor így, mert ha nyilván elém rakott képeken, akkor meg tudom őket különböztetni. Egyébként csak mindegyiknek ilyen szökés, barnás, agyon tupírozott haja volt, és szép szimmetrikus arca. Valószínűleg emiatt. Jaj, de Christy Ellie filmeket akarok most nézni. Neki több is volt abban az időben. Igen, és mind ugyanilyen. Az ilyen 90-es évek klasszik. Szerintem ő szerepelt egyébként az egyik Beethovenben is. Biztos, igen. Ez annyira simán benne van. Bolzenes filmben is volt. Na mindegy, és ugye arról szól a film, hogyha esetleg nem látta volna valaki, hogy egy párnak egy kisbabája születik, és a funny az az, hogy a kisbaba a kisbabának narrálja a gondolatait. Nem tudom, hogy magyarul sajnos ki volt az, de az eredeti verzióban Bruce Willis. És én esküszöm meg akarom nézni angolul, mert nem tudom elképzelni, hogy ez, hogy ez milyen. Én a thrillerét néztem meg eredeti nyelven, és már akkor sem volt nagyon szórakoztató számomra, és most sem. Micsoda! Sajnálom, de ez vagy 5 percig volt vicces. Azért, a Viki nem néz 2000 előtti filmeket. Sőt. Jó, de akkor se néztél. Hát de, akkor néztem. De az a múlt. Lezártuk. Viszont, ha nem baj, akkor 94-ig még ugorjunk vissza. Mikó István. Igen, írta a chat közben. Ja. 94-ig ugorjunk még vissza, mert az egyik kedvenc Bruce Willis karakterem az a Pulp Fictionben van. Ja. Egyébként az egy másfajta Bruce Willis. Nem rendőr, egy boxoló, de egy Tarantino filmben mindenki egy kicsit más fényben tűnik fel, mert így rajtuk van a Tarantino filter. Igen, kivéve egy embert, Samuel L. Jackson, aki mindig kőkeményen hozza Samuel L. Jackson-t, és teljesen mindegy, hogy cowboynak öltözteted-e, vagy rendőrnek öltözteted, vagy bérgyilkosnak öltözteted, vagy hogy hívják ezt, aki a maffia főnöknek rendet rak a dolgaiban. Mindegy. Viszont nem volt időm végignézni most újra a Ponyvaregényt, de nekem már nem is kell végignézni újra a Ponyvaregényt, hanem egész egyszerűen belepörgetek azokba a jelenetekbe, amiket a legjobban szeretek. Én nagyon túltoltam egy időben, és most már sok éve nem láttam. Sokszor megnéztem. Én végignézem azokat a jeleneteket, amik egész egyszerűen zseniálisak. A Pulp Fictionben nehéz megmondani, hogy ki a főszereplő, mert egy kicsit mindenki nyilván mozgató rugója a történetnek, ahogy ez általában Tarantinónál van is. De az... Ami megvan, és nem tudom, hogy van magyarul, vagy hogy magyarul ez benne van-e egyébként, amikor felülnek a chopperre, és a csaj kérdezi, hogy who Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. És egész egyszerűen zseniális. Ha már a fordításokról beszélünk, elfelejtettem a Die Hardnál megemlíteni egy nagyon fontos dolgot. Ugye a Yippee-ki-yay motherfucker, ez egy ilyen catchphrase lett, amit akármikor, akárkinek mondasz, pontosan tudni fogja, hogy kihez és mihez kell kötni. És tudjátok-e, hogy ez a magyarban nincsen benne? Miért magyarban mi? Irgum-burgum, valami nagyon szar, tehát hogy a Yippee-ki-yay az egy az egyben kimarad. Nehéz bárkit is okolni, mert ott nem... Hát egyrészt lefordítani nehéz, másrészt nem tudhatod, hogy mi lesz az a klasszik mondat, ami majd így érted. Ja, tehát, hogy sejtheted, de nem tudhatod biztosan. Főleg, amíg egy forgatókönyv alapján fordítasz, aha, és szinkronizálsz, nem pedig úgy, hogy látod a filmet. Igen, ez mondjuk egy fájdalmas része. Mondjuk nekem az első ilyen, vagy a legkorábbi emlékem arról, nem is, semmi.
nem a legkorábbi. Mert a bolygó neve halál korábban volt. Ja. Nekem hogy, még a hogy be tudod szopatni saját magadat, hogyha egy sikerfilmnek lesz folytatása? A Ponyvaregényről eszembe jutott az, és, mert nekem ez nagyon meghatározó volt, hogy én nagyon sokat hallgattam a playlistet, a Ponyvaregénynek a zenéjét. És ott ugye egy csomó számnál még a jelenet vége benne van az elejében, vagy így nem tudom, főleg a Rubber is-nél. I'm gonna execute every motherfucking last one of you! Zseniális. Hihetetlen. Meg mikor hallottad volna a Son of a Preacher Man-t, hogyha az volt a csengő hangom 3 évig. Én imádtam. Igen. Imádtam. Egész eddig még nem hallgatott meg a szövegét. Hogy egy kicsit beugrít. Még nem foglalkozol vele, csak így igen. A hangulat. Jaj, felszínesen lehet a legboldogabban élni egyébként. Igen. Ezt találtam ki. Meg ott van a Sin City, amire én nem emlékszem, megmondom, láttam, és emlékszem, hogy jó volt, de az nem az a film, amit én úgy sokszor újra nézek, az a helyzet. Pedig nagyon extra, és benne van Rory, a noir, John McClane-re gondolsz? Mint egy prostituált. Komolyan? Kicsoda? Rory. Rory-t játszó színész, nem lesz bele, de benne van Dick, és ez nagyon fura volt, mert ő neki akkor még nem, tehát az még a Handmaid's Tale, az még sehol nem volt akkor, úgyhogy így láttad Rory-ként, és aztán a kékszemű prostituáltként a Sin City-ben. A Handmaid's Tale-ben is benne van Rory. Az egyik főszereplő. Az egyik legdurvábbat kapó főszereplő. Igen. Benne. Komolyan. Komolyan, nagyon elég, beteg. Elég bazé jól játszik. Nagyon durva. Adom. Adom. Ja. Én nagyon szerettem a Sin City-t. Igazából az nem az a film, amit újra nézek. Én van egy ilyen kis Robert Rodriguez fétisem, hogy nagyon szeretem a filmjeit, bármit is csinál. Igen? Akkor te láttad a Terror bolygót? Hogy? Jaj, de jó! Hogy ne láttam volna. Én, amikor a bátyámék először elém rakták az Alkonyattól Pirkadatigot, azt mondtam, hogy mostantól Robert Rodriguez csinál valamit, én azt meg fogom nézni. És ezt én követtem. Az ugye Frank Miller és Robert Rodriguez közöse. Én szerettem a Sin City-t, de nem ez a nagyon újra nézős számomra, hanem iszonyatosan creepy. Hogy tudod, amikor így megváltoztatja a gondolkodásodat egy színészről, meg a megítélésedet, tehát hogy mondjuk Frodo-ról egy egész picit megváltoztatta a véleményemet hirtelen. De jó lett. Jó, élveztem meg. Én szeretem a noárt. Kis adagokban, de nagyon szeretem a noárt. Azon gondolkozom, hogy mit hagytunk. De hogy a Terror bolygóban is szerepelt egyébként Bruce Willis. Egy kis mellék szerepe volt, de én... Na, hát az egy olyan típusú horror, amit én annó megnéztem, és nagyon-nagyon élveztem. Vagy hogy... nem hack and slash, hanem mi? Az a játék! Milyen horror? Az a Pritos? Aha. Örök baszok partra szállok? Az. Olyan. Igen. Olyan. De volt... Tehát az ott így ezeknél a filmeknél így valahogy ezt így megbocsájtod. Mert ugye felkészülsz az első pillanatban, hogy itt valószínűleg lesz valaki, aki helyettesíti az egyik lábát egy láncfűrészen. Mert az egy ilyen sorozat nem? Gépfegyver volt, de nem gépfegyver baj. Volt, igen. Bocsánat. És Rose McGowan volt egyébként a... Rose McGowan. Igen? A színésznő, igen. Akinek a lábát helyettesítették. Egy gépfegyverrel. Nem is vártam. Mi ragadt még bennetek? Mert van még egy-kettő, ami ilyen, ez a Hearts War, amiről nekem nincsenek különösebben jó emlékeim, mert én szeretem a háborús filmeket, de ez nem az volt, valljuk be őszintén. Nekem szerintem nincs nagyon más, ami... Nem, én azt tudom, hogy van egy-két ilyen nagy dolog, mint például, amit írnak a Moonrise Kingdom. Igen, érdemes lenne megnézni. Abban elég szereplő volt Bruce Willis. Viszont olyan szempontból nagy dolog, hogy az egy nagyon más film, mint a Bruce Willis filmek. Szóval igen, azt most tökre újra akartam nézni, de aztán nem fér bele. Az nem fér bele már. De igen, az jó, hogy emlékeztet.
Említettük egy picit a Redeket, ugye a Red 1-et, meg a Red 2-t, ami számomra ilyen már-már a guilty pleasure vonalán mozog, de nagyon szeretem, mert ez egy ilyen öreg fiúk jutalomjáték. Ez a akciófilm, kiöregedett titkos ügynökök, meg ilyen CIA-s, meg FBI-os arcok. De hát az olyan, mint az Expendables, nem? Nem. Nem, ennek úgynevezett története van, meg így vannak benne karakterek. Ja, értem, igen. Itt még tovább játszanak rá. Hogy nem, tehát hogy pont, hogy az Expendables, az nem egyensúlyozik olyan ügyesen a nevetséges vígjáték és a brum-brum akciófilm között. De a Red, az vállaltam, egy szórakoztató akcióvígjáték, uh-huh. amiben mindenki vállalja, hogy ők egy idősebb korosztály. A Red is egy képregényfeldolgozás. Minden egy képregényfeldolgozás? Nézd, az egy elég jó műfaj, lássuk be. Ja, easy picking. Tudjátok, miről nem beszéltünk? Én azt hiszem, hogy most már tudom, hogy most, hogy így mondtad. Nem az, amiben van a gyerek. A bérgyilkos a szomszédom. Nem erre gondoltam. A Matthew Perry is bérgyilkos a szomszédom. Igen. Igen. The Whole Nine Yards, azt hiszem, hogy ez a néven fogott. Nem tudom, hogy a címe, de az nagyon vicces volt. Gondolom, ott pajtisztak össze a Matthew Perryvel. Simán lehet. Bár szerintem a bérgyilkos a szomszédom későbbi talán, mint a Friends, nem? Hát 2000-es. Úgyhogy annál, amikor benne volt, nem későbbi. Későbbi? Mert 94 és 2004 között ment a Friends, nem? Szerintem valami pont, pont az volt a... És az utolsó előtt pont ez volt a fogadás. Az volt a fogadásnak a tétje, hogy ez a film a box office-ban, nem tudom, vagy az első hétvégén hol fog sorolni, aha. vagy valami. És ezen vesztett Bruce Willis. Én szeretem. Tényleg vicces. Tényleg vicces. Én nem. Szabadnapos John McClane. De Whole Nine Yards az a cím. Whole Nine Yards, de hát ezt magyarul, tehát ez ilyen tévében láttam film, vicces, nem tudom, ilyen családi, közös családi szórakozás. Zseniális. Igen, tényleg egy, mennyit mondtunk, 144 filmes filmográfia, az azért nagyon durva, még úgy is, hogy abban értelemszerűen benne vannak az apró mellékszerepek, gondolom. Kreditelve van a Splitben is, ahol tényleg csak egy ilyen stáblista utáni jelenet felében szerepel. Úgyhogy egy olyan életművet hagy hátra, hogyha most tényleg visszavonul, amiből nyilván válogatni kell, de olyan dolgokat tudsz válogatni, amik örökre veled maradnak. Én amondó vagyok, hogyha Bruce Willis nem csinált volna az ég egy adta világon semmit, 3 Die Hardon, az utolsó cserkészen az Armageddonon és a 6. érzéken kívül, meg a ponyveregényen kívül, akkor onnantól kezdve már sima. Hát igen, mindenki kiválogathatja azt, ami számára a legvonzóbb, akár olyan csodákat is lehet nézni, mint az Over the Hedge, ami egy elképesztően cuki animációs film arról, hogy egy új lakópark épül, és ezért felhúznak egy hatalmas sövényt, hogy az erdőt és a lakóparkot elválasszák, és ott az egyik állatnak a szinkron hangját adja egyébként Bruce Willis. Nagyon-nagyon vicces. Az az animációs film, de tényleg, ahogy így az állatok így belopakodnak a lakott területre, és onnan lopnak dolgokat, meg vissza akarják foglalni a területeket. Uh-huh. Elképesztően vicces. Egy másik pedig a Lego Movie 2-ben egyébként van egy Bruce Willis figura, akinek Bruce Willis adja a hangját. Micsoda. Van benne Bruce Willis. Többen írták közben a chaten a kódneve Merkurt, de én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá. Én sem. Nem emlékszem a filmre. Emlékszem, hogy volt ilyen film, de nem emlékszem magára a filmre. Lássuk be, vannak ilyen nagy bőröngyei Bruce Willisnek, amit hogyha így kinyitsz, akkor dönthetsz úgy, hogy kiveszel a 30 DVD-ből egyet,
és ezt megnézed, és hogyha az tetszett neked, akkor a másik 29-et is megnézheted, mert tetszeni fog neked. Ha meg elég volt, akkor meg előveszel egy másik bőröndöt, mert hogyha azt az egyet láttad, akkor a másik 29-et is láttad. Valójában igen. Nem? És ezt, tök lele, és ezt nem pajoratív értelemben mondom egyébként. Nem, az a karakter, amivel szerintem a legnagyobbat pörög Bruce Willis, az tényleg nagyon hasonló. Tehát, hogy tudsz valamiféle egyenlőséget tenni. Bocsánat, nem tudom, be vagyok rekedve. Szóval tudsz valamiféle egyenlőséget tenni egy John McClane között, egy ötödik elemes Bruce Willis között, nem emlékszem a nevére, és nem emlékszem a nevére az utolsó cserkészben sem. De hogy valójában a karakter nagyon hasonlít. És hogy tényleg csak azért mertem ezt mondani, mert hogy oké, hogy most kiemeltünk különbözőeket, de hogy elképesztően sok akciófilmje van. És én, aki nem vagyok akciófilm rajongó, tényleg mindegyikben megy és megment valakit, és közben lelövik, de jaj, túléli! Kíváncsi vagyok, hogy annyi golyónyomot rá lehetne rakni a testre, mint amennyit kapott egyébként így az egész karrieri során. Nem is mesélted el, hogy szegény az egyik fülére a kétharmadát elvesztette a hallásának a Die Hard forgatása során. Melyik? Melyik dárgád? Nem tudjam. Az egyik fülén. Egy olyan jelenet volt, amikor az asztal alatt lőtt egyet, és túl közel volt hozzá a fegyver. És emiatt a ez az egy. Arra a fülére a kétharmadát. Corbett Dallas, mekkorák vagytok, köszönöm szépen. A hallásának szegény. Meg van még egy Robert Zemeckis film, a Jól áll neki a halál magyarul, amit most láttam, hogy angolul a Death Becomes Her az a címe. Ez egy 92-es film, és a Meryl Streep-el meg a Goldie Hawn-nal játszik benne, és ez egy ilyen vígjáték, horror, vagy ilyen fantasy, ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Tehát olyan, mint a Bélyékos a szomszédom, csak még szor 100, és ilyen nagyon-nagyon weird dolog. És ez nekem nagyon ismerős, úgyhogy valószínűleg láttam a tévében egyszer nagyon régen. Most nem valami tudom, nekem is rémlik egyébként. Ilyen nagyon creepy a borítója, hogy így átnyúl az egyik nő a másiknak a hasán, és egy ilyen gyertyatartót fog, és így... Na mindegy. Arra nem emlékszem. Szóval vannak még ilyen vígjátékos, paródiás, nem tudom milyen dolgai. Igen, benne volt a haláli fegyverben, de nyilván ott is ilyen kis mellék. Várjál? A haláli fegyver az nagyon-nagyon keverem. Van a halálos fegyver, ez valami paródia. Ami az alap, és a haláli fegyver, az pedig a paródia. Igen. Loaded weapon. Angolul. Az Mel Gibson, így van. Mel Gibson? Hát a halálos fegyver. Ja. Mel Gibson és Danny Glover, ugye? Hát ez nagyon jó volt. Amiatt a film miatt kóstoltam meg Ellie-nek a csontos kutya kajáját, tudod, azt a csontos üdifalét. Film. Nice. Semmi gáz nincs vele. Hibátlan. Ja, úgyhogy lehetne még azért bőven beszélni erről 144 filmről, de szerintem azt, ami olyan igazán lényeges, azt kibeszéltük talán. Igen. Ja, hogyha kíváncsiak vagytok Die Hard kis előadásokra, ami van egy kevés bennem, akkor... valamelyik reggeli podban valaki casually kérdezzen rá, és akkor nagyon, nagyon szívesen beszélek róla. De azt hiszem, hogy ezzel igazából el is érkeztünk ennek az adásnak a végére, és jövő héten várunk titeket hatalmas nagy szeretettel, amikor is... Megint elfelejtetted a vezeték nevét, ugye? Szent Györgyi. Ezt a múltkor is eljátszottad. Ezért gondolom, de te emlékszel? Nem, mert akkor mindig meg kérdezel rá! Ez annyira simán át lehetett volna ezzel lendülni. Annyira simán. Annyira láttam a megakadást. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk, és egy nagyon izgalmas és különleges adásban lesz részetek nektek is, meg természetesen nekünk is. A magyar
filmes dolgokról fogunk beszélgetni, hogyha esetleg olyan van köztetek, aki ebben szeretne elhelyezkedni, akkor egy olyan ember jön majd hozzánk, aki ebben esetleg tud segíteni. Illetve alaposan ki fogjuk beszélni a besúgót. Legyetek kedvesek legalább addig megnézni. Igen, mert beszélni fogunk valószínűleg mindenről. Tehát, hogy ami rész kint lesz jövő hétfőig, azt nézzétek meg. Azt hiszem 4 rész lesz addigra kint összesen, úgyhogy mind a 4-et tessék megnézni mindenkinek. 4 rész, ez még csak kint, nem most hát ki most az ötödik, a jövő héten. 3, úgyhogy szerintem most pénteken jön a 4. Szerintem nem egy héttel tovább vagyunk már. De, szerintem igen, szerintem most fognak ott tartani, ahol mi tartunk. Amennyi rész fent van, azt nézzétek meg. Mert lehet, hogy úgy beszélünk majd róla, hogy ezek már benne lesznek, ezek a dolgok. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Hogyha a Spotify-on vagy valamelyik népszerű podcast hallgató oldalon hallgatjátok, akkor értékeljetek minket úgy, ahogy szeretnétek értékelni minket, mert elméletileg ez nagyon sokat segít. És a leírásban megtaláljátok a mindenkinek a linkjét. Mi meg szeretünk titeket, és köszönjük, hogy vagytok. Jövő héten, Tali! Sziasztok! Sziasztok! Öt csillag! 100 csillagra! 100 000 csillagra! Hányan értékelték már? 600-an? 500-an? Wow! Valami ilyesmi. Nincs nektek jobb dolgotok? Te, Victoria! Victoria! Dániel, válasszál nekünk egy olyan helyet, ahol úgy érzed, hogy ez a csodálatos közösség, ez jól fogja magát érezni. Kajla! Kajlánál csak jó helyünk lehet. Jól van. Van csak éppen streamelt. Ja? Bocs. Jók léjetek, drágáim! Holnap reggel 9:30 Pod of the morning. Sziasztok! Sziasztok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down?